A mese az, ami elindítja a gondolatokat olyan irányba, amire talán magunktól nem indultunk volna el. Csukás Mese Rádió. Hát nekünk nagymamánk mesélt könyvből, és emlékszem, hogy sokszor elaludt közben. Ő már álmosabb volt, mint mi, pedig elvileg azért mesélt, hogy mi aludjunk el. És akkor mondta, hogy a mesélkönyv, hogy a Valgói úgy szeme egész héten szebb, mint ti heten együtt véve. Ahogy Kányadi Sándor bácsi mondta, hogy nincsen gyerekvers, meg felnőtt vers, csak vers, meg nem vers. Nekem is egy mese ugyanúgy tud, mondjuk egy Lázár Ervin mese, ugyanúgy tud felnőttként is örömet szerezni, mint a gyerekeknek. Nyilván egy kicsit mást hallok ki belőle, de hát egy dalból is így van, egy versből is így van. Ittam fényed, kéket, zölded, a képhez burított. 24-et írunk, 55 éve alakítottuk meg a Kalák Együttest, és ebben nagyon sok mesével találkoztunk. Már csak azért is, mert sok ilyen olyan műsorban muzsikáltunk, mint a rádióban a Nyitnékék például, vagy a tévében a Cimbora, ahol mindig voltak mesék, meg írtunk mi is mesékhez kísérő zenéket. Amikor mi elkezdtünk muzsikálni, egyetemisták voltunk, akkor a saját osztálytársaink, évfolyamtársaink voltak az első közönségünk. És aztán, ahogy idősödtünk, úgy részekre szakadt a közönség. Egyszer csak valaki felhívott, hogy akadtalunk egy gyerekműsort. Gyerekműsort? Hát miért ne? És akkor összeírtuk, hogy a repertoárból Tengerecki Pál színegecipője, nem tudom, mi az, ami egy gyerekműsorba belepasszol. És akkor énekeltük. Aztán később ugye volt egy találkozásunk, amikor Levente Péter megkeresett minket, hogy dolgozzunk együtt. A mai nap éppen megfelelő arra, hogy a hangja holdra szálljon. Akkor voltak így célzottan gyerekeknek szóló koncertek, de meg kell mondanom, hogy most is például a gimnazistáknak, akiknek nem lehet a Cinege cipőjével elkezdeni a műsort, mert őket nem lehet már gyereknek nézni, hanem elénekelünk komoly Adi vagy Kosztolányi vagy József Attila verseket, és utána boldogan gyereknek érzik magukat, és akkor már várják a gyerek dalokat. Egymásra néztek a virágok. Sokat találkoztunk Csukás Pistával. A rádióban egyszer volt egy felkérésünk, hogy az ő állat verseiből írjunk dalokat. Mesélte azt is, hogy a Kodály dalamokra ő írta a verseket, meg Vörös Sándor. Nagy nevetve mesélte, hogy hát ő még föl se fogta a ritmus képletet, a Vörös Sándor beodatta a verset. Csukás Mese Rádió.